Kívánok aktuális című műsorunkat, látják a stúdióban, pedig nagy szeretettel köszöntöm Szamosi Lórántot, a Siófoki Szakképzési Centrum kancellárját, és enged meg, hogy rögtön gratuláljak is, mert hogy öt éven túl vagyunk, és következik egy... Ismételten öt év. Hogyan lehetne ezt az öt évet összegezni? Köszönöm szépen, én is szeretettel köszöntelek téged és a kedves nézőket is. Hát ez egy elég intenzív öt év volt, nem csak az én életemben, hanem a, a, centrum életében és a szakképzőink életében. Azt tudom összességében mondani, hogy ha a nehézségi fokát nézzük mondjuk egy ötös skálán, akkor ez, ez négyes, 4,2-es volt, hiszen ugye túléltünk egy Covid válságot, energia áremelkedést, inflációt. Ezeket most csak azért sorolom, mert mind befolyásolják a mi feladatellátásunkat, de én azt gondolom, hogy főleg a kollégáim jó voltából ezt gyönyörű szépen át tudtuk vészelni. Mind az iskolákban, gondoljuk itt ugye az online oktatásra és az ezzel kapcsolatos hirtelen átállási kötelezettségre, és hát ez igaz a pénzügyi oldalra is, meg a szakmai oldalra is, amit a szentomnak a vezetése produkált. Nagyon büszke vagyok arra egyébként, hogy sok olyan fejlesztést meg tudtunk valósítani, ami azért régi adósság az iskolák felé. Összességében ez majdnem 800 milliós fejlesztési összeget jelent. Több iskolánk megújult kívül elsősorban, de belül is, ilyen a Varos-Sílfokon, vagy éppen a marcali, hikman szakképzőiskola, Hikman-Béla szakképzőiskola. Van, ahol egy részét tudtuk megújítani az infrastruktúrának, mind a Valaton-Moglári-Matiász esetében, és hát azért vannak adóságaink is még, ilyen fonyó, ahol elkezdtünk egy komoly felújítási folyamatot, de még messze nem fejeztük be, úgyhogy a jövő feladata már adott, illetve a Sílfoki-Krúdi lesz még egy szép nagy falat, ami vár Ott is, hát elsősorban ugye a vendéglátós részt, a színpadi termet sikerült teljes egészében felújítani, de nyilván az iskolaépület még arra vár, hogy modernizáljuk. Ezek azért lényeges momentumok a, a mi tevékenységünk során, mert jó és modern infrastruktúra nélkül nagyon nehéz hatékony szakképzést folytatni, és ebben nem csak az épületeket értem bele egyébként, hanem az eszközöket, IKT eszközöket elsősorban, tehát az infokommunikációs eszközöket. Nagyon lényegesnek tartjuk egyébként a szoftveres fejlesztését az eszközállományunknak, és most nem feltétlenül csak a számítógépekre gondolok, hanem nekünk vannak azért esztergagépeink, egyéb más robot berendezések, amik azért fontos szerepet játszanak az oktatásban. Tehát ők azért mind igénylik a gondoskodást mondjuk a vezérlő szoftver szempontjából is. Hogyha így nézzük összességében, akkor kiegyensúlyozott és jó az öt éven, vagy nem csak az én öt évem természetesen, hanem a centrum is. Nem vagyok teljesen elégedett természetesen, mert a, nem, nem is lehetek az egy ilyen pozícióban, hiszen itt az nem szabad elfelejteni, hogy sok esetben 50-60 éves öröklött problémáink vannak, azt nyilván most 5-10-15 év alatt. Nem lehet legyűrni, ugye én azért 2008 óta vagyok felsővezető a szakképzésben, de még ez a, a közel 16 év sem volt elég ahhoz, hogy, hogy jelentős mértékben csökkentsük a lemaradást, vagy legalábbis azokat a, a szerzett hátrányokat, amik az előző évtizedekből maradtak ránk. De azt gondolom, hogy szintet léptünk. Ezáltal egyébként a somogyi szakképzés is tudott szintet lépni. Van bőven jövőképünk is hozzá, hogy mit szeretnénk majd elérni a következő időszakban. És én azt gondolom, hogy van hozzá megfelelő és felkészült szakemberállomány, és aki ezt meg tudja majd valósítani. Most már ugye az a nagy szívünk vágya, hogy gyermek is legyen hozzá. Talán lehet, hogy ezzel kellett volna kezdenem egyébként a, a, a büszkeségi listámat, hiszen azon nagyon kevés centrumok közé tartozunk az országban, ahol sikerült a tanuló létszámot bővíteni, és azt kell mondjam, jelentős mértékben, most kb. Olyan 3000 fős a, a tanulói létszámunk, ez, ez ugye több száz fős bővülés jelent. Bocsánat, hogy közveszor, csak nagyon-nagyon sok kérdésem lenne az, azokkal kapcsolatosan, amiket emlegetsz. Például, hogy változott-e a trend, hogyan csábítjuk be a gyerekeket, a, 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 a szakirányú képzés világába, hiszen manapság szívesebben mennek ugye, felsőoktatásba, egyetemre, főiskolára is. Tehát, hogy ugyanolyan értékű kezd lenni egy ö, ö, szakképesítés, mint mondjuk egy egyetemi diploma, vagy főiskolai ö, diploma? Ö, ide szeretnénk eljutni. Nem akarok ilyen kincstári optimizmus élni, hogy már itt tartunk, mert még nem tartunk itt. De ezen a cél, egyébként az általunk vagy az irányunkba támasztott elvárás is ez a minisztérium részéről, a Kulturális és Innovációs Minisztérium részéről, hogy szerezzük vissza azt a presztist, amit igazából a szakképzés elvesztett. Nem most, sok-sok évvel vagy évtizeddel ezelőtt. Ez egy szép emberes feladat, gyorsan hozzáteszem. Ráadásul nekünk azokat a sztereotípiákat is le kell azért bontani, még mindig, amelyek hozzá tapadnak a szakképzéshez. De nyugodtan azt, hogy most, amit mi művelünk szakképzés címén, az a terület, oktatási terület, az már rég nem az, amit akár annak gondoltunk 15 évvel ezelőtt. Ez most már fehér galléros, fehér szakképzés. Tehát ez, ez nem a, a, a gépzsíros ronyról szól, meg a, meg a koszos ö, munkaruháról, hanem egy teljesen más történetről beszélünk, mert a gazdaság is ilyen szintű technológiai váltáson ment keresztül. Ha mondjuk meg kifejezetten a Balaton régiót nézzük, akkor meg aztán végképp ez a helyzet. De visszatérve az eredeti kérdésre, nehéz azt a nagyon szűk folyosót eltalálnunk, ahol tényleg a gyerekek fantáziája megfogható. Most ők egy teljesen virtuális világban élnek, szerintem nyugodtan mondhatom azt. Máshonnan itt tájékozódnak, mint akár 10 évvel ezelőtt a fiatalok. Tehát őket mindenképpen én azt látom, hogy az interaktivitással lehet közelebb hozni a szakképzéshez. Ugye most kerül nem sokára megrendezéseim már a negyedik alkalommal a Balatoni szakmakikötő elnevezésű rendezvényünk, szerintem egyedülálló az országban egyébként, hogy nemzeti kincsünket a Balaton felhasználva, nem csak háttérként egyébként, hanem szerves részeként is ennek a szakmai bemutatónak, Fonyódon, illetve Siófokon, a Bahar ZRT kikötőiben hajókat is szolgálatba állítva természetesen, ami a Bahartal való kiváló együttműködésünknek az egyik jó megnyilvánulási példája. Bemutatkoznak az iskoláink, de ez most már nem úgy zajlik, mint akár öt évvel ezelőtt, standok vannak, kipakolunk oda érdekes dolgokat, és akkor azokat meg lehet nézni, és esetleg mondjuk a ott lévő kollégák vagy a diákok elmagyaráznak, hogy mi mire való, ez már kevés. Tehát ott olyan szinten kell bevetni a modern cuccokat, ha lehet ezt a szlenget használnom, VR szemüvegtől kezdve a virtuális tér bemutatásán át, a 3D-s nyomtatóig, a lézervágóig, és ez mind-mind ki kell, hogy próbálja az 5-6-7. osztályos diák. Ugye ez direkt nem a 8-asoknak szervezzük, ugye a 8 osok egykor már választottak iskolát maguknak, tehát őket ilyen szempontból nem tudjuk befolyásolni. Nem, ez majd a, a következő végzős nemzedékeknek szól, hogy minél korábban elkezdjük a majd divatos szóval edukálását a, a diákoknak, és egy kicsit terelését abba az irányba, hogy mennyivel jobb úgy kikerülni a középiskolából, hogy van egy érettségét, meg van egy szakmát. A technikumi képzés erről szól. Nagyon sok szakképző esetében az országban ugye az is a szlogán, hogy most már egy jó szakma felére egy diplomával. Helyek közel ez igaz is egyébként. De ezért nekünk még nagyon sokat kell tenni, hogy ez tudatosodjon is mindenkiben, mert ugye itt a pályaválasztókban, mert hozzánk érkezőkben. Ezért kell nekünk egy állandó magas színvonalat produkálni. Nem szabad ebből engedni egy percig sem igaz ez az átadott tudásanyag minőségére, igaz a szakembergárdára, és igaz a technikai felszereltségükre. Akkor az idő az nem a ti barátotok, ugye? Nem, 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 nem. nem mert tulajdonképpen ami megjelenik, a legmodernebb technológia a gazdaságban, ott már nincs türelmi idő, hogy ez majd nálunk mikor jelenik meg az oktatásban. Te Tehát iszonyat kell törni a fejét egy kancellárnak, hogy ehhez akár az anyagi alapot, vagy magát ténylegesen az eszközt hogyan tudja megteremteni, odavarázsolni a kollégák számára, és akkor mi nem beszéltünk arról, hogy ezt most már sikerült megtámogatunk egy nagyon komoly továbbképzési rendszerrel. Hiszen a kollégáinkat is állandóan tovább kell képezni, elsősorban azokat egyébként, akik ugye tényesen szakmai képzéssel foglalkoznak, és akkor még nem beszéltem arról nagyon fontos és új területről és feladatról, ami a centrumokat érinti, hogy ugyanígy be kell vonnunk iszonyat szorosan a képzésbe a gazdálkodó szervezeteket, magyarul a cégeket. Most nyugodtan mondhatom azt, hogy ezt a folyamatot a nulláról kezdtük pár évvel ezelőtt, mert valahol érthető módon, valahol meg nem, de, de a cégeknek fogalmuk nem volt arról, hogy hogyan működik a magyar szakképzés. Ez nem feltétlenül csak az ő hibáink hozzáteszem. Ez a mi hibánk is, vagy a, mondjuk így az oktatási rendszer hibája is. Na most ezt mi már azért folyamatosan szűkítjük, ezt a szakadékot, ami a két ismeretanyag között van. Na ebben például az egyik legkomolyabb eredményt értük el eddig. Ennek legszebb példája az, hogy van nekünk egy ágazati képzőközpontunk, ugye vendéglátás szakmacsoportban hoztuk létre, ott már olyan cégekkel, vállalkozásokkal működünk együtt, akik nemhogy szerves részeivé váltak a szakképzésnek, hanem bizonyos feladatokat át is vesznek tőlünk. És integratív módon bekapcsolódnak a szakképzés nem csak elméletén, hanem gyakorlati részébe, ami most már nem is válik ketté. Egyéb. Mennyire speciális a helyzete az intézménynek a Balaton közelsége miatt? Csak speciális helyzetük van, pont a Balaton közössége miatt. De nem szabad elfelejteni, hogy a Balatonra vonatkozó speciális jogszabályok azok nem is nagyon engedik meg, hogy olyan iparágok települjenek meg a tó körül, vagy a tó bizonyos aurájában, vagy érájában amelyek, amelyek környezetszennyezőek, nem illeszthetőek a, 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 környezetvédelmi szempontokhoz, sértik ugye természet érinthetetlenségét. Tehát nyilván a, a szokásos kereskedelmi vendéglátás idegenforgalom mellé, Tényleg csak a abszolút legtisztább iparágak jöhetnek szóba, informatika, elsősorban mehatronika, szolgáltató ágazatok, gondolok, hogy a szépészeti iparra például, vagy az építőiparra, építőiparhoz kapcsolódó szolgáltató szakmákra. Tehát viszonylag behatárolt az a tevékenységi amiben mi mozogni tudunk. Melyek most a sláger szakmák, és mitől sláger szakma és sláger szakma? Attól, hogy jól lehet vele keresni, vagy valami más szempont alapján, illetve a következő pár évben nagyjából milyen szakmákra kell készülni? Mi az, amit látsz? Hát ez a az utóbbi a legfontosabb, meg a legnehezebb kérdés is. De az első felé a kérdés ennek válaszolva, vannak nyilván örök zöldek, tehát ilyen klasszikusok, mint a fodrászat, a kozmetika, tehát a szépészethez kapcsolódó képzések, azok mindig népszerűek. Egyébként valahol tőlem mindig megkérdezik, hogy kellenek a városnak évente mondjuk 20 fodrász? Nyilván nem, de a Balatonnak lehet, hogy kell. Az nem azt jelenti, hogy máshol nincs ilyen képzés, de mondjuk a legnagyobb számos a fog képezi döntően is eredendően például ezt a szakterületet. Aztán ott van az informatika, ami megint csak egy ilyen 10-15 éve már folyamatosan topol lévő szakma. Ugye van nekünk gazdasági informatikusunk, ipari informatikával is foglalkozunk, rendszer fejlesztése, szoftverfejlesztése, rendszer és hálózatépítése, tehát ugye ennek nagyon sok elágazása van, de, de, de nyugodtan mondhatom azt, hogy Siafokon, illetve Balatonbogláron ez az egyik legmenőbb szakma. ezen kívül ugye vannak változóan népszerű szakmáink, ilyen a környezetvédelem például, de nyugodtan mondhatnám a gépészetet, a gépészet szakmacsoportot, ami szintén nagyon fut. Ugye hát most mondhatnám, hogy automehatronikai műszerész, de itt senki nem érti, de azt mondom, autószerelő, akkor már sokkal jobban érti mindenki, kicsit szofisztikáltabban. Ezek most megint ilyen örökzöldjüket élik, és ugye tervezzük majd bevezetni az elektromos autószerelő képzést, és annak most megvan a szakmai programja, meg, meg van a vizsgarendszer, és ki van dolgozni, úgyhogy az, az indulni fog nálunk is. Aztán ezen kívül ugye vannak olyan változó népszerűségi szakmák, amelyek valamelyik évben jobban mennek, valamelyik évben kevésbé jobban mennek. Ez, ez, ez tényleg a kereslettől függ elsősorban, illetve attól, hogy most melyik a jobban felkapott szakma. Egy időben a villanyszerelő nagyon menő volt, például vagy a hegesztők, tehát azért, mert nagyon sokat lehetett keresni ezen a szakmában. Most egy kicsit visszábszorult, inkább átment felnőtt képzésbe, de nem szabad elfelejteni, hogy a szakképzésnek csak egy szegmensét jelenti az alapképzés, a nappal is alapképzés. Nekünk legalább a fontos terület a felnőtt oktatás, illetve az átképzés, továbbképzés, mert most már arra is kezdünk rárepülni arra a területre hogy mi, bocsánat, hogy, hogy mi, mi lenne a jövő szakmája. Uh, azért nehéz előre tervezni, mert nehezen terveznek a cégek is előre. Tehát ugye nekem ő, őket kellene megkérdeznem, hogy milyen szakemberre lesz szükségük majd 5-6 év múlva. Nem tudják megmondani, valahol érthető is egyébként. Ők egy-két évre előre tudnak tervezni, tehát nekem egy kicsit úgy ez a ugrásos a sötétbe, hogy vagy eltalálom azt a szakmát, vagy nem. Na most nyilván azért annyira mellé nem fogunk tudni nyúlni mondjuk olyan kérdésekkel, amelyek mondjuk a közlekedés iparhoz kapcsolódnak és az elektromos hajtás területén mozognak. Tehát itt valószínű ennek bőven lesz terepe a következő években, évtizedekben. Tehát, hogyha ezen a területen indítunk kérdéseket, és nem csak az elektromos autókra gondolok, hanem a biciklikre, a rollerekre, stb. Tehát itt, itt azért lesz, lesz piaca bőven De az ilyen jellegű képzéseknek. Ugyanez a helyzet, mondjuk logisztikával, logisztikai képzésekkel egyre nagyobb szerepe van ennek a területnek. Aztán vannak olyan speciális képzések, mint a hajós képzés, hajózási technikus képzés. Picit szívfájdalmunk ez, vezérigazgatóra, vagy Gábor vezérigazgatóra szoktunk erről beszélgetni, és nagyon sokszor nem értettük, hogy miért nem tódulnak tömegek erre a képzésre, pedig én ennél unikálisabb jellegű képzés, el nem tudok képzelni. Ráadásul a teljes belvízi hajózása az országban itt van fogan egyedül képzési lehetőség. Tehát ez tavi, folyami egyaránt. Budapesten van még egy másik iskola, de ott csak folyami képzés folyik. Tavi nem. próbálunk ezzel javítani, fogalmazzak így. Én hiszek abban végtelenül egyébként, hogy be fog ez is. Csak ez idő kell, hogy átjöjjön a köztudatba, hogy van egy ilyen képzés. Most talán az új hajók, meg a kompok egyébként ezen van, fog Igen. a Igen. A közelmúltban volt egy konferencia Keszthelyen, ahol az ott jelenlévő szakemberek azt próbálták egyeztetni, gondolkodni rajta, hogy hogyan lehetne még jobban egységesen kezelni a Balatont, mint turisztikai régió. Ezen a konferencián te is részt vettél, és hogyha én jól tudom, akkor a szakképző centrumoknak régi gondolata, az, hogy egységesen kellene kezelni oktatás szempontjából is a Balaton, Mire jutottatok, vagy hol tart ez a gondolat most? Annyiban pontosítanálok, hogy ez az én gondolatom volt, hogy egységesíteni kellene a szakképzést, és ez, higgyék el a kedves nézők is, ez nem feltétlenül önfényezés, hanem inkább arról van szó, hogy, hogy be vagyunk szorítva egy olyan közgazgatási egységbe, amit vármegyének hívunk. Egyébként maguk a szakképzési centrumok is ugye vármegye alapon szerveződtek, vagy szerveződnek. És úgy kell elképzelni egy a határokat, mint egy ilyen magas feszültségi távvezetéket, hogy ahhoz nem lehet hozzányúlni. Nem is akar senki egyébként. De mivel a Balaton annyira egy gazdasági térség, mindenféle szempontból, ez ki is mondatott egyébként ezen a konferencián, és én és nagyon-nagyon én örültem annak, hogy ez a gondolat, amit én azért nagyon régóta ilyen mantraszerűen ismételgetek a fenntartóim felé is, hogy, hogy próbálkozzunk meg vele mert van együttműködési készség egyébként a tó körül. Gyorsan hozzáteszem, mi nekünk nagyon jó a szakmai viszonyunk, meg az emberi viszonyunk is, a tó körül lévő szakközi centrumokkal, a Zalegerszeggel, abszolút. Pápával, vagy akár szexárdal, kicsit ugye messze vannak a Balatontól, de mégis azért földrezilag nem annyira messze, de Kapasvára is egyébként, hogy, hogy mi tudunk együtt gondolkodni, hiszen a Gastro együtt csináltuk Veszprémmel az Alegerszeggel, ugye ott Keszthely vette ebben részt. Viszont itt, itt jóval szorosabban kell kötődni a Balatonhoz, hogyha egy olyan átfogó fejlesztésben gondolkodunk, amit ugye a Vizit Balaton 365 projekt képviselne. És én ezt mondtam elnök úrnak is, Princinger elnök úrnak is, meg könnyű vezérigazgató úrnak is, hogy, hogy ez egy történelmi pillanat most tényleg, hogy az oktatás is ott van egyenragú félként, a gazdasági szereplőkkel, a kormányzati tényezőkkel, azokkal, akik tulajdonképpen alakítani fogják majd ezt az egységes gazdasági térséget, annak arculatát, hiszen pont vezérigazgatór mondta ki, Könnyíd a vezérigazgató, úr, hogy nem elég eldöntenünk azt, hogy mi milyen irányba akarunk fejleszteni a tó körül. Nem elég eldöntenünk azt, hogy milyen volument szánunk ennek a fejlesztésnek. Tehát, hogy több kisebbet készítünk el, vagy egy-két-három nagyobb projektet azt valakinek működtetni kell. Ott nem lehet ki kitenni a szezonalitásnak ezt a működtetést, azt állandó jelleggel és magas színvonalon kell működtetni, ráadásul mostani technológiák mellett hát ez elég komoly tudást is igényel. Na, ehhez kellene, félve mondom ki, a Balatoni Szakképzési Centrum. Ez nekünk egy olyan régi bekattanásom, hogy, hogy látja az ember, hogy csak a déli parton csodát nem lehet csinálni. Én még egyszerűbben fogalmazok. Tehát egységes egészben kell látnunk a Balatont. Egyébként ennek a hasznát majd le tudná aratni Veszprém megye, Somogy és Zala. De nem csak ez a három megye egyébként, Én azt gondolom az egész Dunántúl. Sőt, most kicsit nagyobb léptékben vagy szavakban gondolkodva, az egész nemzetgazdaság. Mindenképpen a fejlesztéshez know-how-t, tőkét, tudást, oktatást, kellene oda tenni ahhoz, hogy ez hosszabb távon fenntartható, fejleszthető és működtethető legyen. Ennek örülni fog egyébként mindenki, én azt gondolom. Meg kell nézni egy idegenforgalmi vagy egy, vagy egy vállalkozást. Nagyon kevés olyan van a tó aki ugyanazzal a gárdával dolgozik már 5-6 éve. Nem 20 évet mondtam, 5 6 -ot. És tudjuk azt, hogy nehéz elviselni ezt az állandó fluktuációt. Ezeken a projekteken keresztül, amelyeket megvalósítanánk a következő években, évtizedekben, a képzés, a stabil képzési háttér által lehetne csökkenteni a fluktuációt. Remek végszó, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt köszönöm. voltál, a nézőknek pedig a figyelmet, szép estét kívánok, viszontlátásra!